Magamnak játszom. Már nagyon őszinte akarok, de nagyon fontos, hogy örömet okozzak a közönségnek. Ezt tudom, hogy van egy jó kontakt, pláne amikor szólóba játszom, és ez nagyon jó esik, ezt lehet érezni rögtön. Nem csak a tapsból, hanem most egyszerűen az ember érzi. Ja, de én szerintem majdnem minden zenész magának játszik először. Nagyon szeretem a Bachnak a zenét, és arra nagyon szeretek improvizálni. Én szerintem egy egész este e körül mozog valahogy. De mindig játszom a régi kompozíciómat, de sose tudom úgy eljátszani, mint ahogy például ahogy a lemezen hallják az emberek. Ez benne az izgalmas, mert hogyha mindig ugyanazt kéne játszani, akkor lehet, hogy nekem unalmas lenne. Tehát mindig valahogy másképp játszom. De ez nem csak én vagyok, hanem a gitár is. Nagyon szeretem ezt a hangszert, mert nagyon régóta megvan már, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt nekem készítették. Ma 25 éve, talán még régebbi. Egy nagyon neves, híres gitárkészítő, aki sajnos már nem él, és az ő gitárján játszom általában. Nem is kipróbáltam egyébként egy másik húrt. Mert nem mindig ezt használom, aztán kíváncsi voltam. Nagyon tetszett, de ez egy keményebb húr, tehát feszesebb, vastagabb valamennyire, mint egy normál. És hát kellett egy kis idő, még bejátszom magam, hogy ez megpuhuljon, mert egy kicsit enged utána. De nagyon jó szól, nagyon erőteljes, nagyon jó húr. Volt, amit nagyon régen egyébként itt kezdtem, itt volt az első darab, amit írtam, azt a Liszt Ferenc Kamazenekarra játszottuk el, itt próbáltuk. Ez a lemeznek a címe For My People, és azt fel is vettük a Liszt Ferenc Kamazenekarra. Nagyon régen volt. Megmondom őszintén, hogy ilyen egyedül nagyon szeretek játszani. A második részt nagyon szerettem, mert sötét volt. Világosban nem olyan, mert a hangulat nem olyan, amilyet én szeretnék, de ez valamennyire befolyásolja. De a szóló ez egy nem tudom, hogy mondani, nagy kihívás, nagyon egyszer a gitárral. Hát tudom, hogy sokan játszanak, meg egyre többen, de én úgy vagyok vele, hogy nem olyan egyszerű, tehát nagyon kell készülni rá. Ja, és többnyire köztudott, hogy nagyon szeretek improvizálni. Néha jobb egy ilyen kis koncert, minden nagy. Az
az ember jó fel van készülve, meg jó kedve van, meg jó szól. Én szerintem a hangosítás is nagyon jó volt. Akkor az embert ez nagyon inspirálja, meg a hely. Jó hangulat, jó idő, nagyon szép nyári este.